Sziasztok, Toma Juhász vagyok, és ma egy picit a szocializációról szeretnék beszélni. Na most, akármilyen fajtáról beszélünk, legyen az egy francia bulldog, mint ez a kis nyuszedlit, vagy akár egy amerikai Staffordshire Terrier, vagy akár egy Pitbull Terrier, vagy akár egy Golden Retriever, minden kutyával el szeretnénk azt érni, hogy el tudjuk vinni együtt sétálni őket. Akármilyen környezetről is beszélünk. Főleg, hogyha egy amerikai Pitbull Terrierről beszélünk, ami köztudottan harci kutya. Előre szólok, hogy baromi sok munkát kell belefektetni abba, hogy egy ilyen kutyát megfelelően szocializáljunk. Illetve nagyon nagy hangsúlyt is fektetnék arra, hogy mindenféle ingerhez hozzá kell szoktatni egy kutyust. Főleg egy olyan gazdinak nagyon fontos az, hogy mindenféle ingerhez szoktassunk egy kutyát, aki például városban él. Ugyanis, hogyha vidéken élsz és van egy kaukázusi kutyád, mondjuk, ami baromi jó területőrző, és kirakod egy nagy birtokra, akkor ő teszi a dolgát és boldogan él. Na viszont, hogyha egy ilyen kutyát beviszel a városba, akkor csak nézni fog jobbra-balra, hogy most mi történik itt. Olyan kutyákról beszélek, mint mondjuk ez a kis Blöki, akit a gazdja a napi rendszerességgel hordoz magával jobbra-balra, kocsival, BKV-val. Na most, nyilván egy ilyen kutyát hozzá kell szoktatni, ugye, hógolyó? Igen. Ugyanis, hogyha felrakjuk csak úgy egy BKV-re, mondjuk 5 évesen, úgyhogy előtte soha nem volt BKV-n, picit be lesz tolva. És van érdemes egy ilyen kutyust, hogyha kiskoruk óta nálunk van, már kiskorában elkezdeni fokozatosan ezt felépíteni. Nyilván, hogyha egy menhelyi kutyáról beszélünk, akkor is el kell kezdeni. Hogyha egy menhelyi kutyáról beszélünk, aki hozzákerül mondjuk 3 évesen, mint az én kis Jennikém, Django-kám, nekem az összes kutyám szinte menhelyi, de tök mindegy, mindenkel ugyanúgy venni kell a fáradtságot, és szépen felépíteni, hozzászoktatni mindenféle ingerhez. Kiemelném most a kis kánekorzomat, aki szörnyű kérdemények közül került hozzám. Ő például pont az ellentéte, idézőjelben, ő idegileg sérült. Egy idegileg sérült kutyánál kötelességnek tartom azt, hogy hozzászoktatjuk mindenféle ingerhez. Ugyanis, hogy az én kánekorzomat nézzük most, ő egy kifejezetten félős kiskutya, mely mindenféle hangoktól megijed, megriad. Ilyenkor elkezd menekülni, ami nagyon veszélyes. Tehát egy ilyen kutyánál 100%-osan azt nem fogod tudni elérni, hogy teljesen megszokjon egy hangot, de azt el fogod tudni élni, ha szépen fokozatosan hozzászoktatod, hogy nem az lesz, hogyha meghallja egy olyan hangot, akár mondjuk egy zacskó zörgést, hogy menekül világgá, hanem szépen hozzászoktatjuk, hogy haver, te nem kell annyira betolni. Egy sérült kutyánál teljesen másképp kell felépíteni ezt az egészet. De viszont én erről most nem fogok nektek beszélni, ugyanis ezt van a következő videóban szépen összerakom nektek. Francia bulldog vagy te mi? Kaupsziána, hagyj! Nem, jaj, szia! ETDFT voltam, remélem tetszett ez a videóm is. Kérlek szépen titeket, hogy iratkozzatok fel. És ami nagyon fontos, láttátok milyen cuccok vannak itt a videóban? Hát igen, ETDFT termékek. Megtaláltak a ETDFT.hu-n, 100% garanciát vállalok rá. Arra szeretnék megkérni titeket, hogy nézzetek fel a webshopomra, ugyanis itt, amiket láttatok termékek a videóban, azok mind a saját termékeim. Ezekre 100% életed végéig garanciát vállalok, 100% kézműves termékek, stop minőségű. Kellene te? JTDT voltam. Hú, jó.